Szeretettel köszöntök mindenkit, itt vagyunk Talián Börökön, és most ugye a téli időszak van, tehát egy fontos dolog történik. Falusi disznóvágáson vagyunk a Dunántúlon Veszprém megyébe. Ugye ha megnézzük, itt a szerszámokat látjuk, a háttérben pedig éppen a pörzsölés zajlik. Megpróbálok egy kicsit közelebb menni, átveszem a kamerát, itt vagyok még. Tehát abban a fázisban vagyunk, ahol éppen most pörzsölik. Nézzük meg az Alföldhöz képest más módon, mert nem a talajon, hanem egy vas szerkezeten pörzsölik a disznótól egy 171 kilós gigantpetendi malac, mondanánk így. Itt vagyunk Jóskánál, majd még fog jelentkezni. Kornélt látjuk, ahogy hát egy disznóvágásnál biztos, hogy nem így kell csinálni, hogy amikor elkezdődik egy film, akkor azt mondja az ember, hogy most pörzsöljük a disznót, és akkor amikor meg ide jövök, akkor meg már az van, hogy mindjárt végeztünk a disznóöléssel. Jóskát lehet ott hátul látni, de már tessék megnézni, lehet egy kicsit furcsa fények vannak, hogy már gyakorlatilag előkészítés alatt van itt. Mit készült? Kása. És egy pillanatra a Jóskát elkapom, mert egyet megtudtam, hogy a cukor az kell valamiért a kolbászból, hogy az hogy volt, amit mondtál, mert itt lekéstünk mindenről. A régi hagyományok szerint, hogyha porcukrot tettek a szalámiba, vagy pedig abban a kolbászban, amit egész nyáron meg fogtak tartani, az megkötötte a és nem csak rögött ki a fordulatlan zsírt. Úgyhogy nagyon fontos dolgot tudtunk meg. Most Jóskától itt látszik a Gabi, nagyon-nagyon rossz kedvben van, mert fáradt. Most megy el, ő egy videotechnikus is, meg mindennel foglalkozik. És itt régebben meséltem Aranyfelkóról. Őt már nem lehet látni, mert olyan gőz van hirtelen. Itt vagyunk, tehát a sejtelmes arc, egy ótörök kifejezés az a Felkó. Itt vagyunk. Így van. Itt vagyunk, és még itt is vannak, itt fiatal emberek is vannak, és esélyek, itt készül a kolbász, és ott fújják az orrot, tehát komplett családi program, a sört visznek el éppen ott hátul. Úgyhogy hát így vagyunk falun, így vágunk disznót, tehát gyakorlatilag semmit nem lehetett megtudni, mert ugye az volt az előző snit, hogy majd megmutatom, hogy vágunk disznót. Nagyon jó disznót vágni falun. Szőke András Otton, Talián Dörögről.